ez volt, az elkövetkezett. Jó, ezt tudom, de attól függ, igaz mesét mondjam. Több minden. Rendesség mesét. Réfás mesét. Amit a gyerekek arról fog, mint a Jancsikának mesélnél este. Jancsika. Mi vagyok az a Jancsikának? A pénztemű Jancsikának mesélni. Jani, a kamera mindent elbír, Jani, nyugodtan lehet, bármit, bármit. Jó, kikapcsoltam. Akkor egy kis milyen olyan mondhatok, olyan mesét, ami ide ül erre a kevés óra. Ülni fog. Felnőtt mese is lehet. De minden, kezd el. Amit gondolsz, te nagyon gondolkodjál. Ne gondolkodjál, mert ez furcsa nálunk. Volt egyszer, honnan volt, falu végén egy kurta kocsma. Oda rúgott ki a szamusra. Meg is látta volna magát benne. De itt van a havasék körülöttünk. Pihenakon kikötötték. Megolvadt a sok jég. Na, elmerik? Eljárt. Szabad ne feledd. Na gyerekek, föl volt tojás. Folytasd tovább. Ezzel. Ezzel a mondattal. De Ildi, neki kellene húzni, neki kellene. Ezt kérte, hogy... Föl, bot, tojás. Sarki kocsma, bezzeg hangos. Munkálkodik a cimbalmos. A legények újongatnak, szinte rengberi az ablak. Csenges már. Fűzd bele a történetet. Beüvölt a levegőbe. Beüvölt? Beleüvölt a levegőbe. Beüvölt a levegőbe. Kocsvárosi aranyvilág, ide a legjobb iparát. Vél legyen, mint a nagyapád. Neki a bárkalambos ennyire, és tízes, mint a... Ifjú babá. Na. És a bukfenc tanár megette Jancsikát és Juliskát. Nagyon egyére szabott az a téma. Kopogtattak az ablakon. Ne zúgjanak olyan nagyon. Azt üzeni Juliska, meg az uraság. Az őrünk bujék az uratban tevedik. Menj a pokolba. Húzz rá cigán csak azért is. De hol a bukfenc tanár? De a bukfenc tanár mulatni szeretne. És akkor Csernus doktor így szól. Ti is voltatok az előadást? De! Én most nem tudom azt mondani, hogy pöcs, mert csaj, érted? Te picsa, húzzál! Mondd meg az uraságnak, hogy menjen a pokolba! Na, nem csöngetem. Hercigova a legjobb nő a világ. Hercigova, Kovácska. Megérnek, kopogtatnak. Csendesebben vigadjanak. Isten áldja nekem tőket. Szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, sem csönget. Hercigova, azon kezdtem, Éva, Hercigova, szegény, megjött, és mondta, hogy szegény, Hercigova, Éva, csendesen jött kopogtatva. Isten áldja meg kenteket. Szegény édesanyám beteg. Csöngetsz, azt mondja, nem csöngetsz. No. Aki nem tudná, én vagyok az ezredes. Meredek. És így bele tudsz ülni a kalapba, hogy mindig ezekre nyakít. Én vagyok az ezredes, legények, figyelem, Hercigova, édesanyám beteg. Most kezdjön. Feleletet, szó sem ad. Gorsabb a pörő. Kiöpítik boraikat, véget vetnek a zenének. Már csöngettek le. Marika álmában több méter hó esett. Hercigova, Marikova.
Szegény regények búcsúja. Mentek hazafelé gondolkodva. Nagy hó vár rájuk a faluban. Bambul, mint a húgyozódi szintom. Bambul, mint a húgyozódi. De 3 éve van éve, nem? De ki? Te. Hát a hercegóval. Akkor Marika van. Jancsika, mondod? Hercegóval, Marika van. Mentek haza szépen, ketten. Csúszós nagyhóba. Fogozkodva. Úgy az ova. Bambulova. Sopornak a zátka, a sört azt kívánja, legugolnak a fatövébe, úgy ozgatnak a csöndbe. Az atmoszférikus nyomás gyors ütemben csökken. Ez nagyon igaz, minden... Nagyon igaz minden kutyolyagra, mert az atmoszférikus nyomás azt kicsavarja, nyomásának adására, a gravitációnak nyomására kicsöpög a medű, hemoglobin marad. Már megint ez a rohadt elnapló. Elnaplónak kísértette viszontom a vitrelembe. Az igazgatónő nyugdíjba megy. Hála Isten! Amen! Ez nem lehet ámen. Nem. Nyugdíjának időskora, Jubertova, Marikova, történelmi kora, viszminkelt a végek végére, Marika és Jancsika, összefog nyugdíjas korára. Nem érek semmit, hogy elmentünk Tibóba én is. Semmi az igazság, hogy van még egy merényletünk, de remellemetem a Józsi bácsi életem. Elvisznek Misztára. Hallod, elviszik Misztára. Téged is mit találod? Ez a felemelek volna, csak más versét, légy szíves. Hát, egy kicsit akkor elvisz részletét. Nem. Orális is lehet. Hát a délután hallgatóztam egy kicsit, hogy meséted a vízparton, az nem rossz. Az természet. Hát a mosócsajokat, hát na. Arról is mesélhess a gondolod. Hát mostak csak már, hát mi? Szemüveged van? Van, hogy mondjak el. Mehet? Hát, hogy te olvasod, vagy mi olvassuk be? Ti olvassátok, mint eddig. Jani, hát ki olvastam? Ne, ugyan, nem, jó. Ha neked úgy jó. Jó, ez így, jó. Az én sapkám hozta, de kutyázzatok. A Jancsika hozta. Tögettem. De most mit csinálják én? Most visszaadhatod ebben. Azt hittem, hogy elolvashatod. Kezdel a mesét! Nem, te olvasd, jó? Reggel, addig beszélni fogsz. Én alkotom fel, ahogy te szeretnél. Jó, mehet. Most felnőttek vagyunk? Azok. Igen. Tehát senki ellen nem irányul, amit mondod. És akarjuk. De ha valaki magára is majd már ő véletlen. Az a véletlen minden. Nem Székely, egyszer, hol volt valami? Székely ember meg a fia, mennek kocsival, beérnek az első faluba, odaérnek a kocsmában, Székelyemben azt mondja, hogy kisöm, maradj itt őrizeg a dolgokat, én bemegyek. Tudod, bemegy? Hát, ilyenkor meg kell. Ja. Palatincai kislakomban várlak. Kislakál a palatinca, nem tűn. Oda várlak én, oda várlak téged, de ilyen. Ó, mit nem adnék egy úrtúros strapacskáért? Nem adnám semmit sem, mert tavaly hál' Istennek megkaptam, és akkor se túros strapacskának hívták, hanem úgy hívták, hogy
Brindori Harviski, Pecsenova, Slavina. Bobis Dugeb Oren. Sikerült megismerjem csoportunknak a legjobb sofőrjét, aki egyébként nagy szolgálatokat tesz nekünk, kérlek szépen, és miután ismertette, hogy nagyon komoly idegen nyelvi ismeretekkel bír, így megkérdezett, hogy kérdezzem tőle az egyik nyelven, hogy hogy született, amire nem nagyon kapja, illetve hol született, és nem nagyon kapta meg a választ. Hát az, hogy miért született, azt nem kérdezhetem meg tőlem, azt max azok kérdezhették volna, aki a közvetve hozzátartozói felmenőjére. Így van. Nem mondtam meg, már mellette születtem. És miután kérlek szépen, mellettem én, mert én otthon a saját szülői házamban voltam az egyik olyan gyerek, aki olyan szülést voltam, és az én másik osztálytársam egy hölgyel együtt, és utána mert volt bábaasszony a községben, és mikor a bábaasszony nyugdíjba vonultatták, az a megtiszteltetés ért, hogy szavakat kellett mondanom a csúsztatásán, és akkor tudtam meg, hogy a királynéni volt a világra segítőm az édesanyám szülésében. Na, milyen szép. Mit hoztam ki belőle, látod? Na, jól van, látom a leülés már megy. Ez a te gyereked volt! Apát kiabált! Nem, a mi gyerekünk! A leülés az egyébként nagyon jó, de ez lehet lerakódás is. Akkor úgy le tudnak rakodni, mint másba, kérlek szépen, az ilyen nehézfémes tápláléknak a maradékai. És ezekre azért kell vigyázni, elsősorban nehezen távoznak el a szervezetből, és hogyha komolyan felgyülemlenek a lerakódások, idősebb korra nagyon komoly és súlyos következményei vannak. Mire gondolsz, Jókáról? Annak az embernek a szervezetét, akiben nem történik ugyan, de részes ennek a lerakódásnak, tehát a látványának a lerakódás látványának. A dupla csengeli meg kellett meg. Nem, hogy hát hibázott. El lehet takarodni a pályás szélére, ott kap írgál. No. Ha már elesték, akkor ne verkődj tovább, mert elkezdődj. A Gábor csillével. És hogyha nem mész el oldalra kapirgálni, akkor lehet, hogy kiáldozod magadat az esti közösségi vacsorán. Pedig az MNP emisszió hajdalán. Kivel beszéltem ilyen? Én nem tudom. Jani, te nyomtál a ricsaj? Nem tudok róla. Én olyan alátottól vagyok. Tudom már. Szerencsés voltam, kérlek szépen, mert tényleg az életemnek volt egy szép 15 éve, aminek a végén a Marika néni is beavatkozott, mert kikért engem ide segítségnek, a Nemzeti Bankban dolgoztam, és a technikai területen volt egy olyan része, egy emisszió, amit a kisasszony se, aki ezt beavathatta ezt az ötletet, egy ilyesmiről beszéltem, mert ő is pénzintézetben volt, és ez az emisszió a Nemzeti Banknak a pénzkibocsátó szerepére alatt jutalni, és én is emissziósztam egy-két dolgot, de az nem volt kapcsolatban a pénzügyi tevékenységgel. Nem sok van, kitartás. Már tartok. Na de figyelj! Ide figyelj, öregem! Légy szíves, köszönöm! Meleg van. Nagyon meleg. Csak ott meg rátok jön a hideg. Majd becsukom, kell hangosan. Ide figyelj, öregem! Te sílíced meg a kötését, szart se él, de hol, amikor Józsi bát él, akkor nagyon jó. Honnan jött ennyi információ, Józsi? Ez bárhol, könnyebben. Ezt én sem tudom annyira, de van. Hát te elég volt, hogy kérdezem. Nem nézem el az információt.
Két nap elég volt, nem? Várjál most, kapaszkodsz, jól van. Vakító kék szemem, hangos szakállam, párját ritkítja. Nem volt ezzel a témával sok szerencsém, hál' Istennek, de volt itt egy sétábor, ahol ezt nagyon erősen kiemelték, meg karakírozták, és úgy érzem, hogy most néhányan irigyek rám is, az sokkal jobb. Én nem vagyok rád irigyek, nem most látom ki. Ez nem ér, beavítsd. Ez nem ér. Persze. Na, én is már csomószta megütöttem, úgyhogy na, jó végül, legyen, segítség. Nem vagy gyerekek, szarból ne akarjunk jobbat. Ilyen, hol hangzik el? Csak idézek. Ja. A sípáján. A hamon. Ezt, amit a... Na, gyertek ki, ahol beszélünk. Most a Ildi mondott, ezt, hogyha az ember kell szépen társaságban elfogadható nyelven akarta volna kifejezni, akkor Mozogai János bácsit kellene idézni, ami körülbelül így hangzott, hogy nem jó, de már majdnem rossz. Is elhangzott, ha? Józsefet tapsoltál nekem? Hát nem azt szoktam, hát ez a te bajok ilyen. Végszer nem tetszett, hogy lehet, hogy ilyen mafra nem azt látod ki? Ez az én problémám, meg az ja, az enyém is, mint a terasz hír. Hát az ilyen kicsit gerjedjé. Majd legalább felézünk. Na. Ne nagyon gerjedjen. Baszd meg, mert akkor bezárkódok este.